Megtelt a Hímerház bálterme érdeklődőkkel. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter új feladatok, új megoldások címmel tartott előadást a Matthias Corvinus Kollégium program sorozatának keretében. Navracsics miniszter úr tevékenysége azt hiszem, hogy most igazán fókuszban van a brüsszeli folyamatok miatt, és egyébként pedig az ő területe, a területfejlesztés is egy nagyon érdekes dolog, de ez egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerje a közvélemény, hogy élőben tehessenek fel kérdéseket, élőben hallgassák az előadásokat, megismerjék azt, hogy milyen törekvések vannak az új kormányban, és milyen megoldásokat találnak erre. Navracsics Tibor előadásában rámutatott arra, hogy Magyarországon a cél többek között a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása, az egyenlőtlenségek csökkentése, a régiók és a megyék fejlettségi szintjének javítása. Ehhez kapcsolódóan Magyarország a következő években közel 4000 milliárd forintos Európai Uniós forráshoz fog jutni, amely részben a mezőgazdasági szektor megerősítését, részben pedig a vidékfejlesztést fogja szolgálni. Láthatjuk, hogy az országon belül olyan fejlettségbeli különbségek vannak, hogy Budapestet és az Észak-Alföldet hasonlítsam csak össze. Budapest az Európai Unió átlagának 153%-án van, az Észak-Alföldi régió pedig 49%-án, ami mutatja önmagában, hogy egy viszonylag kis területi országon belül is milyen komoly területi különbségek lehetnek. Hogy ezt hogyan tudjuk úgy megoldani ezt a problémát, hogy szűküljön ez a szakadék, és Budapest se járjon rosszul, viszont az Észak-Alföldön lakók is elégedettek legyenek. Ez ma még a jövő feladata, ezt próbáljuk feltérképezni, és ennek az útjait keressük. A területfejlesztési miniszter azt is elmondta, a fejlesztésekhez segítséget nyújtanak majd az Európai Uniós kohéziós pénzek. Folytatódnak az operatív programok mintegy 800 milliárd forint összértékben. A másik nagy forrás pedig Magyarország helyreállítási terve, amely az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi alapjából származó összeg. A két csatornán keresztül 20 ezer milliárd forint érkezik a jövőben. Fejlesztési cél, hogy 2030-ra hazánk az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé tartozzon. Mint mondja, ehhez a fizetésemeléseken túl a környezet, a közlekedési infrastruktúra és az oktatás fejlesztése is elengedhetetlen.